Sikeres évet zárunk le fele lassan. Összesen 3762 pályázat érkezett be. Ugye 2019 tavaszán két kategóriát nyitottunk meg, a vállalkozás fejlesztés és a turizmust, valami kicsit később nyáron pedig a mezőgazdaságot is megnyitottuk. Összesen turisztikában 242 pályázatunk érkezett be, döntő többség ezeknek a pályázatoknak ez beruházás típusú pályázatok, ahol legtöbben napelemrendszerre pályáznak, valamint a háza felújítására. Kevés pályázat van eszközbeszerzésben, közülük ez körülbelül maximum 30 pályázatról beszélhetünk. A vállalkozás fejlesztésben 1759 pályázatunk érkezett be, a mezőgazdaságban pedig 1761 pályázat. A turisztikai pályázatnak már majdnem megvan a végleges döntése, jelenleg az irányító testületnél van szavazáson, és reményeim szerint január első hetében már a honlapunkon elérhető lesz hivatalosan a végeredmény, és sorra kerül a következő szerződés aláírás. A vállalkozás fejlesztésnek szintén be van fejezve a pontozása és a helyszínelése, jelenleg kuratóriumi szavazáson van a táblázat, ami után átkerül szintén Magyarországra az irányító testülethez. A mezőgazdaságnak a pályázata jelenleg csak befejezték, a pontozás feldolgozás alatt van, és reményeim szerint szintén januárban, de legfeljebb februárban legalábbis Kárpátalján a kuratórium meg fogja tudni hozni a döntési javaslatát ebben a pályázatban is. Tavasszal egy földnevesítési kört is megnyitottunk újra. Összesen ebben a körben 3021 új pályázatunk érkezett be. Ugye ez a kör azért volt egy kicsit más, mint a többi, mert lehetőség volt aktiválni a régebbi pályázatokat is szintén. Ezeket beleszámítsuk, több mint 5000 pályázatról beszélhetünk összesen, amit még meg kell csinálni az alapítványnak. Ez a pályázatnak a döntéshozatala már teljesen megvan, a föld ki van adva a cégeknek, hogy csinálják meg a kadaszterizáció számot, segítsenek megszerezni a földterületekre, ezért ez a pályázat már teljesen fordulóban van, és már feldolgozás alatt áll a cégek részéről. Valamint még egy pályázatunk volt ebben az évben, ez a nagy projekteknek a pályázata. Ugye korábban még 2017-ben több mint 100 pályázat érkezett be az alapítványhoz, ezt követően idén lehetőség volt újra aktiválni a pályázatot, pontosabban meg volt nyitva a második kör a pályázatnak. Ezekből a több mint 100 pályázatból összesen 31 pályázó nyújtotta be újra nekünk a pályázati dokumentációját, jelenleg értékelés alatt állnak a pályázatok. A mezőgazdaságban talán ez az első, amikor nem ennyi sok traktor szeretnének vásárolni a pályázók, hanem átlépnek már a következő lépéshez, azzal beszerezik azokat az eszközöket, amelyek szükségesek a földfeldolgozáshoz, valamint a termékek csomagolásához és a többi. Szóval már térnek át fel arra a szintre, hogy már nem csak az elsőleges szükségű eszközöket vásárolják meg, hanem próbálják kiegészíteni azt a gazdaságot, amit nekik már van, és azokat az eszközöket is, amikkel már rendelkeznek. 2019-es évben én már tudok arról beszélni, hogy igen, én látom a fejlesztés olyan szinten, hogy nagyon sokan hazaköltöznek és próbálnak itthon boldogulni. Első években még nehezen ment a hazaköltözés, mivel akkor valaki nyert csak egy traktort, ez még nem adott lehetőséget arra, hogy egy traktor segítségével tudja továbbfejleszteni az itthon maradását és keresni annyi pénzt, hogy fent tudja tartani a családját is. De viszont amikor látom, hogy vannak olyan pályázók, akik már második, harmadik, vagy negyedik körben is részesülnek támogatásban, ott már beszélhetünk arról, hogy ők már megteremtették maguknak azokat a feltételeket, hogy haza tudjanak teljesen költözni. 2020-as év első felében terveink szerint és reményeink szerint is sikerül szerződést kötni, ami azt jelenti, hogy lezárjuk mind a három pályázati kört, ami 2019-ben befejeztünk. Ez mezőgazdaság, vállalkozás, fejlesztés és turizmus kategóriáról beszélünk. Nagyon nagy mértékű igényelt támogatásról van szó. A pályázók ugye több mint 7 milliárd forintnyi összegre igényelnek támogatást, ami jóval meghaladja a költségünket a jövő évre. Ezért annyit tudok mondani, ami biztosan lesz ez, a földet fogjuk tovább folytatni, a három pályázatot lezárjuk, és ugye meg kell várni a költségvetés elfogadását, és onnantól fogjuk látni, hogy sikerül-e megnyitni egy újabb kört, vagy nem. Hogyha sikerül, akkor tervünkben van ugye a régen szóban forgó közepes szintű pályázat megnyitása is, de ez még sajnos a jövő titka.